A törvényszéki palotát még 1890-ben kezdték el építeni, 1891-ben átadták, majd 1928-29-ben megkezdték a bővítését. 2005-ben érte el a jelenlegi állapotát, ekkor megtörtént az épület rekonstrukciója és modernizációja is. A törvényházban azóta 5 emeleten folyik a munka, a különleges homlokzata pedig Nyíregyháza emblematikus részévé vált. A megyei értéktárbizottság a beérkezett javaslat alapján úgy döntött, hogy a Bocskai úti épület mindenképpen a megyének egy olyan szimbóluma, olyan építészeti öröksége, amit érdemes bevenni a megyei értéktárba. Hogyha ezt az épületet látjuk és azonosítani tudjuk a helyét, akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jut róla eszünkbe. Ezeken a terveken már az látszik, ahogy a Debreceni Egyetem építészmérnök hallgatói újra gondolták a törvényszék Toldi utcai bíróságának belső terét. Az épületben az elmúlt években már kicserélték a nyílászárókat, részben szigetelték a homlokzatokat, és a pincéből egy korszerű levéltárat alakítottak ki, azonban számos további fejlesztésre és újításra van még szükség. A belső felújításnak a ütemezése lenne elsődleges feladat ezen az épületen. Hallgatói tervek keretében egy átfogó koncepciót dolgoztak ki, ugyanazokat a szempontokat fogalmazták meg a fél éves feladatnál, amit nekünk is majd a tényleges felújítási munkák során, illetve azok ütemezésének figyelembe kell venni. Várhatóan anyagi forrásainkra tekintettel ez több ütemben, több év alatt áthúzódóan valósulna meg a közeljövőben. Az Országos Bírósági Hivatal több mint 180 épületet kezel, melyek közül a nyíregyházi törvényszék a harmadik, amely bekerült a megyei értéktárak valamelyikébe.